Ladies and gentlemen Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Bölcsész Klub Meglepetés, meglepetés, it's Hoody Greg, everybody It's Hoody Greg up in this bitch Így van, szervusztok, szervusztok, itt van Nudli Szurkoljatok Nudlinak Nudli, va, megint van valami nagyon szomorú már. lehet, hogy csak érzi, hogy megint elmegyek. Megint itt hagyom. Nud Nudli. Nudli. <laughs> Nudli, ne az emberek előtt. Szóval. <laughs> Szervusztok, üdvözlök mindenkit. A mai napra egy Fortnite stream volt betervezve, de a Fortnite folyamatosan így adott időközönként akadozik, és kumurvára irritálóvá tenni a streamet. Uh, emellett pedig uh, értesítettek róla, hogy azokban a meccsekben, amikben én részt veszek, abban 80%-ban botok vesznek részt mellettem, mert még nagyon alacsony szinten vagyok. Úgyhogy emiatt, emiatt a két ok miatt úgy döntöttem, hogy kicsit eltoljuk a Fortnite-ot, ameddig nem uh, javul meg ez a dolog. Nem tudom, hogy mi van a játékkal, mert uh, amúgy tökéletesen fut, de néha itt beakad, uh, mint ahogy nekem szokott a kamerám a múltban. Úgyhogy. Uh, Úgyhogy srácok, Fortnite lesz, de majd akkor, hogyha kiverekszem magamat ebből a pixel mocsárból, amiben vagyunk. Ettől függetlenül nem akartam lemondani a mai streamet, mert nem szeretek lemondani streameket, nem, nem esik jól. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy felnézek az internetre és megnézem, hogy vannak-e esetleg filmhírek, amikről beszélhetünk. És annyi filmhír van, oh my fucking god! Most, hogy mindenki abba hagyta a tiltakozást, és mindenki abba a tüntetést, hirtelen újra beindult a hírfolyam úgyhogy a rengeteg dologról tudunk ma beszélni, nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Szegény Nudli, Nudlival van valami gyerekek. Mert szeretlek titeket? Abszolút azért, mert szeretlek titeket. Abszolút azért, és, és kurvára unom, hogy, hogy problémák miatt le kell mondani streameket, úgyhogy nem, 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 nem csak Hogyha valami nem működik, akkor helyett a filmhírekről beszélünk. Hát azt szeretitek ti is a legjobban, és kicsit én is tán. Ö, Egyébként most elutazok megint egy, egy pár napra, de utána visszajövök. A, vannak új ötleteim streamel kapcsolatban, és az egyik dolog, amit ki szeretnék próbálni, az az, hogy quiz night tarthatnánk. Erre jutottam. Kaptam, kaptam ötleteket innen, onnan, onnan, hogy kéne vízeket tartani, és szerintem tök jó lenne, ha tudnánk játszani együtt. Úgyhogy régen ugye Discordon is játszottatok dolgokat, én úgy gondoltam, hogy együtt kéne játszunk dolgokat. Úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Játszunk együtt dolgokat, és akkor ilyen game night tartunk. De... Ugye? 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 Abszolút így, így, gondolom én is, hogy szuper ötlet. Ezek mellett viszont most felvettem gyerekek a fülhallgatót, és azt tudjátok, hogy mit jelent. Young Jeezy bele fog vágni a filmhírek ismertetésébe. Köszönöm szépen a High Train-t, Cheezy, köszönöm szépen a 100 bites csírt! Szent Király, köszönöm szépen a 8 hónapot, nem sokára itt a gyerek. Tibi Kém pedig csatlakozott hozzánk, üdvözlünk a Bölcsész Klubban. Tibi, Tibi nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Srácok, 36 követőre vagyunk a Henna Ortégától, úgyhogy mindenkinek tudom javasolni, hogy kövessen be minket, és akkor lesz Henna Ortéga. Igen, így most eléggé, eléggé hud, hudnak nézek ki. Eléggé hudnak nézek ki. Azt mondja, hogy Hanna, szűj napra meg Henna, születésnapra meg lesz a Henna, for sure. Ha visszajövök, akkor elkezdjük beütemezni, mikor legyen a születésnap. Gyerekek, lesz itt jóság. Viszont, viszont, itt az idő, hogy belevágjunk. Mukbang stream is be van tervezve? Mukban stream, hát az most nagyon nem szabad. Most nagyon edzek, ma is edzettem, a melkasnap volt, de nem az igazi már a melkas saját testes edzéssel. Nagyon hiányzik a futás. Úgyhogy azt egy többet fogok edzőterembe járni. Most nálamban ilyen 5 km mindegyik edzéshez lefutok, ami nem rossz, de ezt fel szeretném feltornázni 10-ig. Tehát edzésenként 10 km futás az úgy rendben lenne. Mit nyomjunk A különböző olyan fekvőtámasz variációkat, ami kifejezetten nem a tricepsre, hanem a mellkasra, erre a nyomásra fókuszálnak. De nekem mindig is a melkasom az kevésbé volt ö, ilyen, ilyen detailed, ilyen részletezett, ö, így egy nagy húsi, pff, mert nagyon keveset jártam edzőterembe, és nem, nem, nagyon emelgetem súlyokat. Én is sok szeretem magamat emelgetni, mert annak látom a hasznát a való életben. Nagyon ritkán pakolok nehéz fémeket jobbról balra, viszont nagyon sokszor pakolom magamat jobbról balra. Úgyhogy emiatt jobban kedvelem a saját testsúlyos edzést. Függetlenül ettől most megéreztem az igényt rá, hogy egy kicsit komolyabban vegyem a különböző izomcsoportok aktiválását. Tettem ezt azért, mert volt egy lábnapom egy edzőteremben, és fenomenális volt, gyerekek. Úristen! Amennyire egyszerre utálok futni, annyira nagyon élvezem a különböző láb, lábizmoknak az aktiválását. Én nem tudom, hogy az emberek mit nyűnyörögnek azon, hogy jaj, a lábnap az olyan szar." az, értem, hogyha valaki annyira felszínes, hogy csak és kizárólag a fizikai esztétikumra megy, és ezért a felső testét preferálja, én azt értem. Tehát, hogy valaki felszínes, akkor az felszínes. De amúgy a lábnap a legjobb érzés be az meg. Tehát egy jó lábizomláz az, mm, az ilyen király. Rengeteg tesztoszteron szabadít fel, úgyhogy általában nem, mint a kéne, de úgy általában. Az is nagyon jó élmény. Amit nem szeretek, az a nyújtás, de bazd meg. Hát ez van. Balking vagy cutting, most cutting van. Cutting van, még mindig 92 kg vagyok, és 88 a versenysúlyom. Úgyhogy bőven van még leadni. Annyira érdekes, mert 181 centi vagyok. Tehát abszolút nem vagyok ö, ö, annyira magas. Átlagnál 5-6 centiben vagyok magasabb. De olyan fucking ilyen zömök vagyok, mint az összes kárpáti felmenőm, hogy így azok is, egy nagymamám is ekkora volt már bazmeg meg, és, és eszméletlen olyan volt, mint a márványból faragták volna ki. Szóval mi mind nagyon-nagyon nehéz súlyú birkózók vagyunk, úgyhogy emiatt a súlyom az nem feltétlenül indokolja a magasságomat, és mégis 88 az az ideális. Jó kis guggolászás, én jobban szeretem a lökőgépeket. Szabad súlya sokkal ö, félelmetesebb segre ülni, mint magadra ejteni, a fekvenyomós súlyt. Igen, fair a. A nők általában alsó testre, a férfiak felső testre edzenek. Ez abszolút így van. A nők azok megállás nélkül seggeznek. A semmi más csak segg. <laughs> ami a. nők! 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 Következő a kérdésem, nők. Az edzőteremben azért vagyunk, hogy edzünk. S nagyon ritka az, hogy valaki specifikusan azzal a célra megy leedzeni, hogy felhívja magára a figyelmet. Ez teljesen oké. Okay? Ez alap. Férfiak és nők is egyaránt a saját testük kifinomításáért vannak ott. Viszont nem tudtam nem hogy a csajoknak van egy ilyen tipikus edzőnadrágja, ami úgy bevág a farpofájukba, hogy az, az elképesztő. Az az zorrukon jön ki ilyen jóganadrágszerű szerű dolog, de így fucking bemegy. De azt mondja, hogy én nem állok meg a köldöködig. Ez, ké ez hogy kényelmes? Hogy kényelmes edzésre egy olyan ruha, ami ilyen penetráns módon megközelíti az ember segjukát. Magyarázzátok ezt el nekem. Nekem a jogon se vág be, mert rühelem. Ugye? Kurva jól néz ki. Roni, fair enough, de úristen, hogyha valamit megtanultam az, az interneten, az az, hogy én rá nézek nőkre edzőteremben. Én, én, én a falat bámulom. Én, én ott, van, ott van egy helyes lány, jár egy gyönyörű lánya a, 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 az edzőtermembe. És mindig meglátom, hogy itt van ez a gyönyörű lány, és akkor, akkor elkezdek edzeni, hogy hú, hú, ott van még, ah! Nem, nem, semmi nincsen kényelmetlen annál, mint hogy edzőteremben férfiak bámulnak, én ezt abszolút el tudom képzelni. Rengetegen azért csinálják, hogy nézzék őket? Lehetséges. De én nem tudom elképzelni, hogy kényelmes. mindenhol ez csak a vágós van, ugye? Ugye? Egyébként a mozgásban is korlátoz az legalább engem, a kényelmes ruhákat szeretem és ennyi, kittikém, ennyi, ennyi. Én a kettő közül melyiket preferálod? Balking vagy cutting, melyik a még erősebb? Nézd, én nem testépítek. Én soha nem akarom elérni azt a szintet, amit a, ezek a pr nagyon profi edzők csinálnak, mert az egy olyan szintű életmódot igényel, amire nekem nincsen türelmem, én nekem rengeteg más dolog fontos az életemben. Úgyhogy Sose fogom annyira, sose leszek akkora, mint azok az emberek. De tehát a, a, ez a barking, meg cutting, ez olyan embereknek hasznos, mint az én Rudolf barátom. Az én Rudolf barátom az 15 éve edz megállás nélkül, eszméletlen, eszméletlen ö, izomzata van, de ő számolja a makróit, a kalóriákat, ő, po, ö, ő rendesen beosztja a hetét, hogy ezt nem azt hova pozícionálja, hogyan lehet a legjobban kidolgozni az izmait. Tehát ő már olyan szinten komolyan veszi ezt a dolgot, amiben már van értelme azzal foglalkozni, hogy éppen mennyi a beviteled, éppen balkolsz vagy cutolsz. Ő, ő specifikusan balkol. Aki nem tudja, van egy olyan szegmense a testedzésnek, amikor felveszünk zsírt, felveszünk extrát, hogy megfelelő energiával tudjuk az edzéseket folytatni, és aztán a cutting az az, amikor leadod ezt az extra zsírtömeget, és akkor hirtelen kurva jól nézel ki. Én erre nem vagyok hajlandó, úgyhogy ezt tőlem nem tudod megkérdezni. Csillám, köszönöm szépen az egy évet! Csilla, itt van egy éve, gyerekek! Hát ez a csilla, ez nem, él, nem áll meg. Rég voltam. Mostanában bedaráltak a szürke hétköznapok, de boldog egy évet nekünk. Éljen csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy azért itt vagy. Én azt sem értettem soha, hogy a férfiak miért akarnak egy edzőteremben tetszeni a nőknek. Izzatan, rondán, halálom nem a pasit nézem soha, észre sem veszem őket. A férfiak nagyon ritkán csajoznak edzőteremben. A fél, a, és ezt tapasztalatból és kultúrából tudom, a srácok mind aláírhatják, tehát mi nekünk az edzőterem az egész más légkör, az egész más hangulat, az egész más környezet, és ez nagyon-nagyon fo fontos, már-már szentségig hatoló. Uh, poz, uh, hely, helye van az életünkben. Tehát amikor az ember, amikor egy férfi nem egy edzőterembe, akkor magával dolgozik, akkor a, 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 démonjait küzdi le, akkor a határait feszegeti. Nagyon ritkán találkoztam olyan sárca, aki, aki specifikus azt mondta, hogy lemegyek az edzőterembe és csajozok. Tehát, hogy nem. A, a az edző, szakított velem a barátom, úgyhogy lemegyek az edzőterembe és felveszek magamra 20 kg izmot. Inkább ez a Inkább ez a gyakoribb. Inkább ez a gyakori. Na minden esetre megyünk tovább. Uh, srácok, stream van, de egy laza stream. Én megengedem neki, hogy laza, lazaság legyen. Köszönöm mindenkinek a falót. Nagyon haladunk a 22 ezer felé. Srácok, srácok! Hát nézzük meg, hogy miről van szó. Az első és legfontosabb hír Discordon küldtétek nekem, de nem látjátok. Nem látjátok, mert nem mutatja meg. Azt mondja, hogy not today. Mm -mm. Mm -mm. A Bölcsész az nem áll készen erre a hírre. A Bölcsész az nem áll készen erre a hírre. De mégis... Warner gyalázással kezdünk, hölgyek urak. Warner gyalázással kezdünk. Nagyon meleg van. Leveszem a, leveszem a hudit. Megengeditek, hogy leváltsak a rapper módból? Mi, milyen póló van alattam? Stíges póló van alattam. Deszkás módba váltunk. Oh shit. Autobots. Oh, Assemble. All right. Nagyon szertem a hudikat. Milyen kell, hogy 30 éves vagyok. És már kevesebb hudit hordhatok. Szóval. Egy... kongresszusi képviselő azért basztatja a Warner Brothers-t, mert még egy filmet kidobott a kukába, aki nem tudja, miről van szó a Warner Brothers rendszeresen, most már harmadjára, az utóbbi időben, teljesen elkészült filmeket kidob a kukába, azért, hogy ezt kileírhassa az adójából, mert hogy az egy megbukott projekt. Ennek az az oka, ezt azért csinálja, mert Warner Brothers pénzügyileg hatalmas szarban van. Hatalmas szarban van, nagyon közel állunk hozzá, hogy megint el eladják valakinek a Warner Brothers az utóbbi öt évben harmadjára, ami nagyon kínos. Függetlenül ettől próbálnak kijavítszkélni ebből a pénzügyi problémából, és teszik mindezt úgy, hogy a Coyote versus Acme euh, Looney Tunes filmet kidobták a kukába. Na most, ez egy kinek... Egy texas tehát valószínűleg republikánus képviselő, igen, republikánus képviselő, republikánus képviselő, Joaquin Castro-nak nem tetszett, és kifejezte azt a véleményét, hogy, igen, predatory and anti-competitive, tehát versenyellenes, és mi a predator? Mi az? Hogy kell ezt mondani magyarul? Ragadozó. Ragadozó. Tudom, most nem írtátok le. Én tudom előbb. Én tudom előbb. Ragadozó. <há> Oké. Okay. Miről van szó? Tehát, amit ő mondott, az az, hogy a Warner Brothers taktikája, hogy teljesen elkészült filmeket adó leírás miatt kidob a kukába, az borzasztóan rosszat tesz a filmiparnak. Fucking shocking! Micsoda fejlemény, micsoda meglepetés ráébredni arra, hogy amikor ezer ember dolgozik egy filmen, mint a Batwoman-en, vagy a Scooby-Doo animációs filmen, vagy most ezen, ezer ember dolgozik, beleteszi a szívét, lelkét, szakmai tudását, idejét és energiáját, és a Warner Brothers kidobja a kukába, hogy megúszszák az adófizetést, az rosszat tesz az piacnak. Hát, oda ne rohanjak, de, de oda rohanok. Warner Brothers, hagyd abba! Hagyd abba! Hagyd abba! Te is beleestél abba a, a, abba a pokolba, amiben a Disney már egy ideje elvickél, kevesebb dolgot kell csinálni, alacsonyabb költségvetéssel, sokkal jobb tehetségeket alkalmazva. Ezt nem hagyd, mindegy, erről majd egy vide teljes videón fog szólni. De a lényeg az, hogy Teljesen meg tudom érteni a republikánis képviselő Joaquin Castro álláspontját. Warner Brothers hagyja ezt abban most. Egyébként tud, tudjátok, hogy mi az ECMI? Ki tudja, hogy mi az ECMI? Ugye a Lunitusban az gyártott minden bombát, amit a Koyot eldobott, meg minden eszközt. Ki tudja, hogy mi ez az ECMI? Ez egy rövidítés. Az a... Az a... Annak a rövidítése, hogy a company that makes everything. Annyira cuki. Annyira cuki. Pedig már kezdtem reménykedni, hogy Koyot valamelyik képviselő kedvenc karaktere, ugye? Hát, a, a, a Koyot az egy nagyon jó, nagyon jó repre, reprezentációja az amerikai politikának. Kibaszott agresszívan, kapkodva próbáljuk elkapni a versenytársainkat, és ezért mi zuhanunk mindig a szakadék mélyére. Csak nézzétek meg a két, a két releváns politikai oldat jelen pillanatban, két fucking nyugdíjas, ős öreg, antik férfit így lögtösnek előre, hogy gyerünk, gyerünk, küzdjetek meg! Borzom, amerikai politika katasztrofális állapotban van. Mi, mi? Igen. És basztatásra aki esetleg? Mire gondolsz? Szépen, mire gondolsz? Kit basztatni? te a Warner Brothers basztatni uh, szerintem szükséges, egészen addig, ameddig nincs már benne potenciál, hogy jót gyárson, Hogyha a Warner Brothers már nem képes arra a minőségre, amit a múltban képviselt, akkor nem fogom őket basztatni, mert ki az Isten érdekel. De pontosan tudom, és tapasztaltam a múltban is, hogy a Warner Brothers és az HBO nagyon jó dolgokat tud csinálni, hogyha, hogy azt a pár adsejtjüket össze, összevetik. Basztatása kijön esetleg? Ki Na, köszönöm szépen, értem, tehát a filmre gondolsz, a film az ki fog jönni. Így van, visszavonta a döntését a Warner, és most próbálja más ö, streaming szolgáltatóknak eladni ezt a filmet. Igen, a Bad Girl és a Scoob Holiday Hauntot írták eddig le az adójukból. Képzeljétek el, bazd meg! Képzeljétek el! hónapokig dolgoztok, megállás nélkül egy filmes projekten, mindenteket beleteszitek, és jó, ki vagytok fizetve általában, mindegy, azért tüntetetek egy e, mert, mert, kurva keveset fizettek, de hogy kb. kiletetek fizetve, és ott állsz, és fogod a kezét, hogy anya, dolgoztam a Bad Girl-ön, meg, ez a belépőm Hollywoodba, ez a nagy sikerem, az első lehetőségem, hogy igazán, igazán nagy filmes karakter legyek, szakmunkás vagy, tehetség, és erre azt mondják, hogy Upp, Túl sok az adónk, le kéne írni valamit. Te szerelem gyerekedet kidobtuk a gecibe. Soha senki nem fogja látni. Képzeljétek el! Azt hittem a kolyót az jelképezi, hogy hiába csinálsz bármit, a gravitáció egyéb természeti törvények nem mindenkire vonatkoznak egyformán. A, a, koyót, a, a koyót az <coughs> gyakorlatilag a túlbuzgóságnak az úgynevezett, hogy van angolul? a, a hubris. A hubrisnek a megfelelője, magyarán az a komikuma és az az üzenete, hogyha te engeded magad teljes mértékben egy gondot által, tehát engeded, hogy egy gondat, egy vágy annyira uraljon, hogy az átveszi az életed fölött a kontrollt, akkor soha nem lehetsz sikeres, és mindig te szívod meg. Tehát ez az úgynevezett hubris fogalma, és ez az a működés. Állj, szvíni! Még nem rólad beszélünk. Mindjárt majd beszélünk a sweeney is, gyerekek, beszélünk. És egyébként én nagyon szeretlek titeket, én imádlak titeket, annyira kedvellek titeket, hogy ez nem igaz. De gyerekek, baz meg, olyan trélereket linkeltek nekem be néha a Discordra, hogy hogy, hogy hogy, 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 az elképesztő. Én boldog voltam, én örültem, én élveztem az életet, amikor nem tudtam ezekről a szarromantikus komédiákról, de ti itt vagytok velem, és elmondjátok nekem, hogy hé, Gergő, ez jobb, hogyha megnézed. Úgyhogy értékelem, értékelem a szeretetteljes szadizmusotokat. Meg fogjuk nézni a sweeney a romantikus filmjét. Szeretnék úgy kinézni, mint Sweeney? Hát hatalmas mellei vannak, az kétségtelen. Ezen túl <szer> Szer nem, én, 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 nem vonzódom a szőke bulákhoz. Valahogy nekem ez nem. Úgyhogy engem erről nem tudsz kérdezni. Uh, Kérdés szépen, Percy Jackson trailer? Mar jó, örülök, én is nagyon szeretek Mar Cs jó. Nope. Jön a Percy Jackson trailer, hát akkor vágjunk bele, de a óbdó! Nem úszátok meg, megint egy hét, megint egy hír, hogy a Szirmai Gergelynek igaza van. Nem Értem, hogy a címben ezt nem írták le, de ezt igazából át kéne gépelni. Report! Szirmai Gergely hónapokkal ezelőtt betippelte, hogy mi a faszom fog történni. Szírmai Gergely akkora filmesztétikai zseni, hogy pontosan ismeri Hollywood belső működését, és ezért mindig, mindenben igaza van. Milyen kedves. Köszönöm szépen a cbr t hogy lehozták ezt a cikket. Uh, újabb hír kijött arra, hogy, hogy, uh, hogy valószínűleg ez nem fog folytatódni, és a kenget kidobják a gecibe. Én ennek nagyon örülök, srácok, én ennek nagyon, nagyon örülök. Nem szeretem, hogy a Disney szarban van, nem szeretem pláne, hogy a Marvel szarban van, mert azzal nem járnak jól a nézők. Uh, tehát itt, 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 itt. az már nem valósítható meg, ami régen volt, hogy sok kézben, uh, sok kézben, sok szálon fut, sok, sok uh, tulajdonosa van a popkulturális össztermékünknek. Most már a Disney nagyon nagy részét uralja, és ho, viszont, hogyha már ez van, akkor legalább lehetne jó. De sajnos, de sajnos a Disney az mostában sok hibát vétett el. Viszont, Megjött az eszük, ahogy arról sokszor beszéltünk, és szerintem ez az egyik leg legegyértelműbb mintaképe. Köszönöm a klipet! Candy Kame! Megszületett! Mit? Candy Kame? Egy évesek vagyunk! Hát Candy! Hát Candy! Hát nagyon köszönöm ezt az egy évet! Annyira örülök, hogy itt vagy velünk, és még mindig szórakoztatlak. Remek! Köszönöm! Annyi egy éves subscriberünk van, hogy ez nem igaz. Csoborán csobo, lassan két évesek leszek. Őrület! Szóval! Mi az újabb hír, ami miatt ezt felhozták? Az, hogy kirúgták a Jeff Lovnest, aki a Quantumania írója, egyik írója, ő már nem fog dolgozni a Kang Dynasty-n. Így van. Szóval egy kollégája azt mondta, hogy ő már nem dolgozik a Marvel-el, ez az azt jelenti, hogy a kontinuitást elengedték, ami azt jelenti, hogy a Kang-et is valószínűleg elengedték. Semmi nincsen még bebizonyítva, semmi nincsen százszerződikbe írva, de mivel én soha nem tévedek semmiben, ezért ezt készpénznek veltitek. Ö, nem kell erről sokat beszélni, mert rengeteget beszéltünk, minden héten dumálunk erről. Srácok, nincs kérdés, nincs appelláta, a kenget el kell távolítani, én abszolút egyetértek, ez egy jó döntés. Dr. Doom! Dr. Doom! A Mephisto se lenne rossz, de azt már elfogadtam, hogy, hogy ő nem lesz a főgonosz. Dr. Doom! A Marvelnek, és, és vágjátok, múlt héten, múlt héten, múlt héten, voltak azok a hírek, meglevegtették, hogy visszahozzák a Robert Downey-t, meg a Captain America-t, meg a Black Widow-t, meg ilyenek. Nem! Az egy szánalmas lépés. Az egy szánalmas lépés. Amire a szüksége van, az visszatérni a gyökerekhez. Fogni egy ikonikus gonoszt, köré szervezni egy ikonikus csapatot, és összereszteni őket. Ennyi! Ennyi! Meg... Voltunk olyan pozícióban a marvel univerzumban, hogy ennél komplexebb történeteket is fel tudtunk volna vázolni. Voltunk olyan helyzetben, hogy ezer szárra szétbolthattuk volna a cselekményt, és azt mindenki vágta volna, mert mindenki nézte, de már nem vagyunk ott. Az emberek elvesztették a lelkesedésüket, és ami még fontosabb, a hitüket a Marvel univerzummal kapcsolatban, tehát most vissza kell térni ahhoz, amit igazán faszán csinálunk, és be kell bizonyítani, hogy az igazán faszán csináljuk. Dr. Doom! Ez a megfelelő lépés. Mint a visszahoznák a Lokit még két évadra. Hát, loki Lokinak vég... isten, ah, Istenem, a Loki második szezonja kurva jó volt, bazd meg. Én annyira örülök. Én annyira örülök. Annyira örülök. És lesz most megint egy dízis együttműködésem, az ekót t megnézetik uh azaz nem lesz, még nem hivatalos, de hogy szeret, ö, ö, beszéltem a Disney-vel arra, azzal kapcsolatban, hogy az Echo jön, és hogy érdekel engem, és azt mondtam, hogy néztük a trélerét, és nem volt rossz a trélere, de azt mondtam, hogy kérlek, engedjétek, hogy megnézzem. Kérlek, adjatok ugyanúgy, mint a Lokihoz előre linket. Annyival jobb, annyival jobb tudni, hogy, 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 hogy miről van szó, mert akkor nem csak ilyen ajánlót tudok csinálni, hanem igazi kritikát. Ami már biztos, ami már biztos. Nem, őszintén ezek gyerekek, jóval, tehát, hogy, nagyon sokáig vitt a hit a Marvel sorozatokkal kapcsolatban, sokkal jobb indulatúbb voltam a síhalkal is, mint ami lett, sokkal jobb indulatúbb voltam a Secret Invasion-nel, mint ami lett. Most már tanultam ezekből a hibákból, ezekből a félrelépésekből, függetlenül ettől, még mindig megvan bennem a hit és a lelkesedés, és remélem, remélem, hogy így, hogy kevesebb sorozat van, így minőségébbiek lesznek. A Loki az ékes példája annak, hogy erre abszolút képes még a Marvel. A Loki egy baszat jó sorozat lett. Srácok, viszont, megyünk tovább! Fucking Pedro Pascal! Pedro Pascal meglebegtették Reed Richards szerepében. Nagyon sok helyen olvastam ezt az információt, és mint tudjuk, mondjuk együtt, mint tudjuk, mi történik ilyenkor. A stúdió úgy döntött, hogy őt castingolja, de előtte belebegteti, mint hírt, hogy felmérje, hogy hogy reagál az internet. Rendre ezt csinálják. Rendre ezt csinálják. És szóval, hogy ez egy kurva átlátszó marketing stratégia. De én úgy gondolom, hogy Pedro Pascal mint Reed Richards én itt állnék meg. Én itt állnék meg. Pedro Pascal egy jó színész. Nem, nem nagyon jó színész, de elég jó színész. Én úgy gondolom, hogy a Pedro most tud átcsúszni a rock a Dwayne Johnsonnak a kaliberébe, hogy már az poén, hogy benne van valamiben. Stop it! Reed Richards, amennyire ismem a karaktert magát, animációs ö, rajzfilmekből, valamelyik képregényekből is vágom a háttértörténetét, a, meg a filmekből. Reed Richards egy, egy olyan intellektussal rendelkező karakter, aki egy ponton istené válik a Marvel univerzumban. És ez, kis spoil nem, ez nem spoiler, mert nem hiszem, hogy ezt megcsinálják. Szóval hogy a Reed Richardsnak a lényege, hogy egy ponton van egy csapata, amiben csak Reed Richardsok -ok vannak, és minden multiverzumból összejönnek a Reed Richardsok, -ok, hogy megoldják a világ problémáit. Tehát, hogy ennyire ilyen hiperintellektuális karakter nem illik szerintem a Pedro Pascalhoz, és nem azért, mert a Pedro Pascal buta, vagy butaságot sugároz, hanem egyszerűen nem olyan rideg és intellektuális. Tudod, ki lenne jó Reed Richards? Ki lenne jó Reed Richards? Beszéljünk erről inkább a Thing karakter nem. A Thing az, a Thing az Batista. Jude Law, Jude Law nagyon érdekes. Kormos Perec, te értesz valamit? Jude Law nem rossz. Castingoljuk, közben megnézem a szavazást. Aha, jöhet, nem, köszi, meg. Ugye, teljesen ilyen általános a, a szavazás. Abszolút én is úgy vagyok vele, hogy én nem igazán tudom még eldönteni, de valahogy nem bízok benne. Inkább a meh és a nem felé húzodok. Adam Driver nem, nem, Adam Driver nem, Adam Driver egy droid. Ö, és itt nem egy számítógépre van szükségünk, hanem egy... Én azt mondanám, hogy Benedict Cumberbatch nem lenne rossz. John Krasinski túlságosan kedves. Zendaya! Zendaya vagy, vagy, vagy inkább Jenna Ortega. Fosbender nagyon jó. Ne száj, remek. De ő, ő, tehát hogy azért, az azzal óvatosan, ne száj azért óvatosan. Szóval már azt, hogy valaki begépelt a csetembe, azt az kikérem magamnak. Jó? Tehát azért óvatosan az ilyen, ilyen. Ne száj, itt a Nessai. Sejtettem. Nem a gyereke az Isten? Nem emlékszem már. Szevasz Nessai. Nessai nem rende rossz. Nézzük meg nessai -t. Azt mondja, hogy... Ö, kérlek szépen, nézd, egy, egyébként, egyébként, várjatok, várjatok, holy shit, holy shit, hol van egy képre, gyerekek, GYEREKEK! Most mondjátok, hogy nem látjátok! Sima! Sima! A, szaká a szakállat el kell felejteni! De nézzük meg, hogy a Reed Richardsnak is biztos volt valahol szaká- Ó! 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 Tökéletes! <laughs> Ugye? Ennyi, megbeszéltük, nagyon jó. Ez, ez, azt, azt imádom a legjobban, hogy ez a logód és a, a, az üdítőd után az ötödik kép. <laughs> ja, Istenem. Ja, Istenem. Na, hölgyemi, hüly, szóval, hogy nem a gyereke volt Istennek, nem? Megválaszol a kérdésedet, ne szállj. Richard uh, Team. Nem tudom, hogy hogy írjam be, de hogy volt egy olyan, amikor amikor nagyon sok Reed Richards volt. Interdimensional Inter Council of Reeds. <laughs> Nézzétek meg, ezek mind Richardsok. -ok. Nézzétek. Nézzétek. Hát... Beszarok ezen, komolyan mondom. Itt is, is ilyen, és ezek mind Reed Richardsok. -ok. Hát imádom. Nem találok egy nagyobb kinagyítható képet, sajnos, de ér értékelitek ér a lényeget. Végtelen mennyiségű Reed Richards. Hát, én eh, imádom. <laughs> Ez kurva jó. Ez imádom. Ez nagyon-nagyon vicces. És itt vannak, és mind ugyanaz. Nagyon jó. Szóval, további, a nessájon kívül, Mads mi kezen, Nem. Nem. Mads Mikkelsen nem, nem, ő, ő, nem, tehát hogy valamelyest egy fiatalosabb karakter kell szerintem, főleg, a, mert hogy ő vele sokáig kell számolni. Fassbender is lehet, hogy egy kicsit, kicsit idős. Kilian Murphy, Killian Murphy túlságosan karakterszínész hozzá. Azt mondja, Glenn howerton írja valaki, valaki, akit nem ismer. Glenn Howerton. Ó, oh, dehogy nem ismerem. Ő volt a, F a Sunny Philadelphia-ban? Nem rossz. Nem elég jó színész. Jim Carrey nem rossz. Én is szeretlek szenci Villa. Igen, igen, igen. Eee, nem, nem. Matt Smith. Matt, Matt Smith. Se le Matt Smith jó lenne. Matt Smith. Amilyen ronda ez az ember. Annyira szép. Ezt is látom működni, ezt is látom működni. Jim carrey egyet, Jim Carrey messze túl öreg, messze túl öreg. Ronda, igen, Candy, ahogy arról már sokszor beszéltünk, ezen a streamen mindenfajta gyűlöletkeltés és, és rasszizmus és szexizmus az tiltott, de a body shaming teljesen mehet. És ez a gyerek baz meg, ez 90%-ban fül. Ez két fül, aki úgy döntött, hogy, fognak egy fejet maguk közé, hogy ne nézzenek ki olyan furán, miközben lebegnek a levegőben. Szóval e, e, ilyen aktív és lelkes mennyiségű fül szerintem a világon nincs. Ez már céltulatos, ez már küldetéssel rendelkező mennyiségű fül. <laughs> Igen, szé, tehát egy nagyon Frankenstein feje van, de értem, hogy mi van, mi benne a vonzó. Na, szóval, Pedro Pascal szerintem ne legyen. Ez ennyi, ennyi a, ennyi a gondolat lényege. Köszönöm szépen, Cheesy! a gif szabad ne annak ellenére, hogy hogy merészelsz. Tehát, hogy hogy, és ő hogy merészel. Igazából értem. Megértem és elfogadom. Szóval. Szóval, szóval, szóval. Ö, ez tehát a hírük, szerintem a casting az jó, uh, Matt smith egyetértek, Matt smith elfogadom, de nekem alapvetően Judlo is nagyon tetszik. Alright. Újabb here! A Lions Gate bejelentette a Now You See Me 3-at a faszomba. Igazából őszinte veletek gyerekek, Elosztok! Szerbusztok! Elnézést kérek mindenkitől! Elnézést kérek mindenkitől! Bejött egy ember a lakásomba. És ezt nem hallottam, mert a fejemen volt a izé. A fülhallgató, és benyitott valaki, és azt mondta, hogy hello. És rátámadtam. Nem tudom, nem tudom, hogy mi volt az első reakcióm, de szerintem az, hogy mi a faszkás a lakásomban. Kélek szépen, egy euh, ételfutár volt, aki a szomszédomat kereste. De az, hogy a nudli nem üvöltett... Nudli, szépségem, az baj! Nem érzi magát jól. Oké, az, hogy a nudli nem üvöltett, az, okay. az, az, az... Az, az... Szóval, hogy bejött valaki a lakásomban. Na ez van kiment. <laughs> szegény, szegény srác, ő jobban megijedt, mint én. Ő jobban megijedt, mint én. <laughs> Tessék zárni az ajtót, what the fuck? Én nem szoktam. Az az, hogy dehogy nem szoktam, csak... Mi vagytam ezek szerint? Ételfutárok miért be? Mert tesco hozott egy rakás kaját, és le akarta szállítani, és gondolom megy még ezen másik helyre. Úgyhogy ennyi. Ja. Milyen futár, aki benyit egyébként, igen, nem, nem, volt egy, nem, volt egy, nagyon komplex mentes kapacitásokkal rendelkező férfi ember. Uh, viszont, viszont uh, ezt a, ezt a, ezt a hiányosságát, ezt végtelen bátorsággal pótolta, de ez egy nagyon magyar pillanat volt. Ez egy nagyon magyar pillanat volt, mert hogy ez Amerikában játsza el, már halott lenne, mert az első dolgom az lett volna, hogy... America! Hm. Tanulság, zárd az ajtót, én mindig szoktam zárni az ajtót. Uh, but... Ja, lehet, hogy napközben egy hangálok, akkor lehet, hogy egyszer elfejtettem. Na jó. Ennyi! Viszont, ami még fontosabb, mekkora jegység volt. Na, ami, ami még fontosabb, a Now You see me. Egyszer ránk nyitott a szomszéd, miközben szexeltünk a barátnőmmel. Ez most jutott eszembe nagyon fiatal voltam. És a szexeltünk, és, <laughs> és, szegény lány az háttal volt az eseményeknek, és ülünk a napoliban és így átnézek a válla fölött, és így, látom a szomszédomat, hogy így néz a konyhában. Azt se tudta, hogy mit lát szegény, de minden... Tehát miközben én rohantam ki hozzá, ő már rohant ki az ajtóni. Bocsi, 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 bocsi. Soha többet nem jött be. <laughs> <laughs> nagyon, 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 nagyon fura volt. Greg, én nem akarok belemenni, ha te sem, de ez a sok random ember mennyit nincs baj a fétisekkel, fel kell vállalni. Fair enough! Fair enough! Én azt szeretem, srácok, én őszinte ezek, nincs kingshaming. Én azt szeretem, hogy a streame is közben ránk nyitnak. Csak így, uh, éppen rajta kaptál, hogy a Now You See Me 3-ról beszélek. Mm, milyen, mivel, milyen érzésekkel töltezem? Hmm. <laughs> Te, neked is faszod ki van a Lions Gate-tel? Mert nekem már a faszom ki van a Lions Gate-tel. Szó szerint. Na jó, itt a vége! Itt a vége a poénnak. <laughs> Térjük vissza a filmhírekhez. <laughs> ja. Na, szóval. Na, you see me három! És annyira, annyira vicces, hogy igen, nem mindegy. na mindegy. Nagyon Me három. most már tényleg látjuk azt, amit látunk, mert rájuk tudunk nyitni a Lions re Következő az érdekesség ebben, abszolút senkit nem érdekel szerintem ez már. Hogyha emlékeztek a második filmre, akkor nem is igazán emlékeztek a második filmre, mi a faszomra emlékeztek ti a második filmtől, miért hazudtok nekem, ne hazudjatok nekem. A második filmben már, már benne volt a Michael Caine is. Ugye ő volt az új, meg a Morgan Freeman, meg a Hulk is benne volt, már a iszonyatos stáb volt, iszonyatos stáb volt. A csajt lecserélték, de ezen túl mindenki maradt a alapstábból is. Tehát, hogy gondolom, nagyon költséges volt a színészgárdát már, ö, ö, már szerződtetni. Nézzük meg, hogy mennyit hozott a Now You See, Me 2. A Now you See Me 2. Ha! Ha! 334, 335 milliót hozott. Az azért nagyon sok cheese, én teljes mértékben egyetértek veled, de az nagyon-nagyon sok. Oh my fucking god, jó van, akkor értem, hogy miért van folytatás. Nézzük meg, hogy tudunk-e róla valamit. Nézzük meg, hogy mit állít, mit ír mondjuk az IMDB. Mi az, ami hivatalosan is aláírt? Ruben Fleischer rendezi, három írója van, Morgan Freeman, Woody Harrelson és Jesse Eisenberg benne van. Ennyit lehet tudni. Helyes, helyes. Morgan Freemannek addig kell pénzt adni, ameddig él. Nem érdekel, mibe van. Nem érdekel, mibe van. Az az ember megérdemli. Az az életét adta a szórakoztatásunkért. Woody Harrelson nagyon szórakoztató karakter. Jesse Eisenberget pedig én szeretem a világon, de én nagyon szeretem őt. Woody és Jesse újra együtt, ugye? Ez teljesen jó. Úgy teljesen jó. Megjelen, és akkor néztem, mind a kettőt szeretem. Szerintem a második elég szar Az első az nem volt rossz. A másodikban kicsit már túl, túl variálták. Mi az, hogy now you see me live? Csináltak ebből egy élő műsort? Ja, persze, hogy csináltak ebből az élő műsort. Ez a két srác ugyanúgy néz ki. Nagyon könnyű úgy különböző nagyon könnyű úgy különböző trükköket csinálni, eltűni és újra megjelenni, ha ennyire ugyanúgy néztek ki a kurva életbe. Amit ha megnéztem a Mark zuckerberg filmet, azóta a Pali nagyon nagyot a szememben. Fantasztikus. A, az Fincher rendezés volt a, a Social Network. A fenomenál, fenomenális film. De ugye Sorkin, és minden, amit Sorkin ír, az jó. Ebben volt a Daniel, Daniel Radcliffe is, ebben volt. Így van, így van, így van. Uh, Oké, okay, szóval élő is, műsor is van benne. Egyértelműen egy franchise nőtte ki magát. Én teljes mértékben tudom fogadni, hogy továbbiakban menjünk. A Rafaló, is gondolom megint benne lesz. De Franco-ban kételkedek, de majd meglátjuk. Függetlenül, tehát nekem tetszik. Alapvetően a menő mágusok dolgokat lopnak, az egy, az egy szórakoztató film. Miért ne csak, uh, hát... Tudjátok, mint az a helyzet, hogy Lionsgate-nek igazolva ezt meg fogják nézni az emberek. Szakmai véleményem és általános álláspontom, hogy báz meg ezt, simán megnézik az emberek. Valószínűleg egyébként én is. Nézzük meg, hogy mit gondoltok ti. Azt mondja, nézzél az új filmet, kb. még fele fele de szavazzatok, mert tökre érdekem. Én biztos meg fogom nézni. Ja, yeah, ja. Yeah. Nem tudom, férfi a kék fényben, öltönyben, az örökké menő marad. Megyünk tovább, hölgyeim és uraim. Megyünk tovább, mert vannak trailereink is. Vannak megbeszélendő, átnézendő, ki elemezendő, ki elemezendő tréleink. Az első Madame a Madame Web. Madame Web tréle. a semmiből robbant a nyakunkba ez a történet. A Sony, a Sony a úgy gondolta, hogy eljött az idő, hogy ne csak szargyártsunk, és én nagyon támogatom a sony abban, hogy ne csak szar Többek között a kamerái kurva jók, ezt meg kell hagyni. Másrészt viszont a filmjeik már nem annyira borzasztó szarok, mint régen voltak. A Venomot eléggé elkurták, ezt meg kell hagyni. ugyanakkor a Puk-emberre jól bánnak, az animációs szegmensük pedig változatlanul kiváló. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi az a Madame Web. Én nem tudok erről semmit. Én nem tudok erről semmit, viszont azt, amit tudok, az az, hogy ti simán néznétek az új Now You See Me filmet, úgyhogy ezt elfogadom valaki elkölti az összes channel Tehát valamilyen, akkor arra, hogy befolyásoljátok a véleményemet, abszolút kell. Bálint, barátom, Prime Subscription, három hónapja, nagyon köszönjük, és szervusz, üdvözlünk itt. Alright, Deadpool 3-at várod? Janikem, Deadpool 3 a nagy aggodalmaim vannak, mert az Zero Strike eléggé belerúgott a produkcióba, ahogyha itt voltál a múltkori streamekben, akkor te is tudhatod, hogy mindenki más is tudja. Ö, az Eero ok miatt a forgatást úgy kellett megállítani, hogy nem szabadott, ö, nem szabadott <coughs> szerencsétlen főszereplőnknek improvizálnia. Mivel az improvizálás az megváltoztatja a for... véges... végzle... végletes forgatókönyvet, és ezért az írói munkának minősül. Ez nagyon szórakoztató, de hogyha kamera előtt kitalálsz új sorokat a filmbe, akkor az írói ö, munka, annak ellenére, hogy színészkedéssel teszed, és így az író sztrájk nem engedélyezte ezt a fajta improvizációt. Úgyhogy emiatt egy kicsit aggódok, hogy milyen lett a film. Majd meglássuk. Én nagyon lelkesek. Az külön élmény, hogy benne lesz Hugh Jackman, az ő. A Hugh Jackmannek uh, Hugh Jackmannek abszolút csak és kizárólag így fogadom el a, a, az újabb visszatérését, úgyhogy ja, ja, egyetértek. Na nézzük, hogy mi ez a Madame Web, srácok. Nem tudok róla semmit. Senki Get your stuff. Let's go. Ez a... Ah! Bocsánat, nem fogom megállítani, mert együtt kell megélnünk az élményt. Csak hogy legyünk tisztában. Ez stuff. a... Let's go. Ez a szürke 50 árnyalata? Nem, ugye? De az viszont a S -S Sweeney. Az a szürke 50 árnyalata és a Sydney Sweeney egy filmben? Jézusom! Jézus, Dakota, Dakota, igen. Dakota Johnson, köszönöm szépen. Dakota Johnsonnak meg van fiatalítva az arca. Dakota Johnson nem így néz ki. A Sydney Sweeney viszont abszolút így néz ki. Hát ez, hát ez nagyon érdekes lesz. Oké, okay. oké, okay, nézzük, hogy mit tudnak őt lehozni. Dakota Johnson remek színésznő. Ezt meg kell hagyni. Hey, come on. Get your stuff. Let's go. nagyon szarú felvetje jelent volt. Hopp! Hú, de nagyon rosszak az akció jelenetek. Ezt a, e, ezt a Baki jobban csinálta. Let's try that again. Oké, oké. Okay, okay. I spent my life racing against time. Uh, ez, ez help you today, okay? uh, to save people who are running out of it. Until one moment. Oh welcome back to the land of the living no way Scott! Scott! i've been having this yeah, ebben. i knew he was gonna die i think i'm seeing the future new york city is a whole new level of crazy these days what do you want for me

Jól látom, hogy Dakota itt is csak néz. Hát, itt elég sok pislangatás lesz. Mond, mond, azt is megkockáztatnám, hogy kukkangatás is lesz itt. Oh, what the hell? She see that coming? That's not how it works. <laughs> I've seen that man before. So who is he? Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching <laughs> spiders right before ez a she artényed. died. Buta, Wait, azon i azon recognize you you live in my building you're the paramedic well, yeah you almost ran me over you don't think this is weird how we're all connected it's honestly like the least weird thing that's happened all day like a web what do you want me? I have no idea what those girls have why don't you want for me? i do me into the future what are you want? Okay. Különböző buklányok. Hú, ez nagyon kínos lesz, gyerekek. Jaj, ne. Jaj, de nagy... Jaj, ne. Sony, hogy felszoktalak ezen a trailer előtt? Hogy ez borzasztó. Ez egy iszonyatosan szar trailer. Ez, ez, egy iszonyatosan szar trailer. Tényleg úgy néz ki home, ch home chicken. Ez úgy néz ki, mint egy... Úgy néz ki, mint egy diák projekt. Ülnek az erdőben. Szép fogjuk szedni, gyerekek. Most kicsit átmegyünk megint trailer elemzősbe. Köszönöm a... Köszönöm a a szavazást. Uh, át fogunk menni kicsit télelemzősbe, de nekem egy fontos jelenet szükséges. Ide is. What the hell? See, that comes not how it works. I've seen that man before. So who is he? Is she dying? You're the. Up, up, up! Vagyunk itt, vagyunk meg, vagyunk meg, vagyunk lelassítjuk, lelassítjuk. Hand me over. Up. Még egyszer? Még egyszer? Még lassabbra vesszük? Nézzük csak meg azt a gördeszkás mozdulatot. Oké, okay, technikailag elképzelhető, bár nagyon-nagyon-nagyon elő van a, nagyon-nagyon hátul van a testsúlya. Tehát így, blunt power slide-olni, hát autóút betonon így, blunt power slide-olni, az azt jelenti, hogy ez a hölgy, legalább 45 km per órával ment az autó felé. Amit lábbal kinyomni, én nem hiszem, hogy képes. Főleg ő, főleg egy mini szaknyában. Come on now. Come on now. Tudom, hogy csak ez érdekel titeket, sőt ez a legfontosabb. Ezért beszélünk erről ennyit. Tehát, hogy jó, a mozdulat maga helyesen van előadva, a mozdulat maga helyesen van előadva, szépen fordítja keresztbe, na most így nem tudsz megállni. Tehát így nem tudsz megállni, bazd meg ilyen gyorsan nem tudod magad alá rántani a deszkát, tehát nagyon látható és nagyon érezhető, hogy a lány egy kötére van rakva, mert amúgy nem, tehát nem, nem sokkal jobban be kell guggolni ahhoz, hogy ilyen gyorsan megfordulj. Látjátok, milyen magasan van a felső teste? azonnal és problémamentesen lezakózna a gördeszkáról. Sokkal lejjebb kéne lennie. Oké, okay. függetlenül ettől akkor megyünk tovább arra, ami érdekel titeket is ez a tréler kurva szarú van összevágva. Nagyon sokszor ismételgeti az információt, amit közöl velünk, az pedig az, hogy ő látja, Dakota látja a jövőt. Ezt négyszer közli velünk a tréler, valami, amire semmi szükség nincsen. És úgy általában nagyon keveset tudunk meg a történetről, amiben biztosak vagyunk, hogy a főgonosznak már ismerjük az identitását. Ami két dolgot jelenthet, vagy egy, ez egy elég unalmas film lesz. Kettő, lesz benne egy elég szar csavar, amit most elkezdtek felépíteni, de egy kicsit túl agresszíven. Hogyha van egy csavar a filmedben, tehát az a maszkos gonosz az nem az, akinek először hisszük, akkor azt sokkal finomabban kell elhintegetni, hogy a gyanú ébredjen csak fel bennünk, ne a biztos tudás, hogy itt át leszünk baszva. Értitek, miről beszélek? Sokkal finomabban kell prezentálni egy csavar, csavart, mint amit itt látunk. Tehát én meggyőződésre tudom azt mondani, hogy ez a férfiú, ez tényleg ő a gonosz, talán nem egyedül, de ő a gonosz, és ez nagyon, nagyon unalmassá teszi a filmet már most. Nem ő a gonosz, mert ez a csávó képregényekben jó. Ade, aderusz, bazd meg! Nem csak, hogy elszpoilerezted, de felolvastam, és ezért mindenki hallotta is, még az is, aki nem olvassa a csetet. Látod, de, de akkor, akkor viszont jó volt az első megérzésem, tehát tényleg itt egy csavar van. Ezek szerint a második tippem volt rossz, ami ö, volt jó, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon szarú felépített csavar következik. Tehát akkor ez, a, ez az ember, ez valaki más lesz. Aj. Ajaj, úgyse fogjuk megnézni, elég jelentős esélyt látok. Nézzétek, Sydney Sweeney jelen pillanatban a sex idol, tehát a, a, fiataloknál, a fiatalabbaknál. Úgy általában mindenki egy nagyon-nagyon csinos, szexi lány, úgyhogy biztos vagy benne, hogy sok ember emiatt érdekelni fog. Dakota Johnson pedig egy nagyon jó színész. Úgyhogy ez a része engem érdekelne. Dakota Johnson alapvetőleg ennek a csapatnak adhatna valami előadási, vagy tehát színész, színész színészeti kvalifikációt, Ért, értek, mire beszélek, tehát, hogy valahogyan alá tudná támasztani azokat a borzasztóan lapos alakításokat, amit a többi csajhoz. De csak unalmasnak néz ki. A tréler maga katasztrofálisan van vágva. Nem is kell hallanotok a hangot, hogy ne értsétek, hogy mi zajlik itt. <laughs> Hova most a spoiler na, csak én kapok le baszást. Az előbb basztam le a gyereket, ne érezzéim már. Nem az van, hogy a szürke filmre befizettek a nők, és most ezzel a főszereplővel akarnak eladni a képregényt, a filmet eladják a csajoknak. Na most beszéljünk erről, mert ez, ez talán egy fontosabb téma annál, hogy milyen ez a film, ez egy szar film lesz. Sony baz meg, mindig két lépés hátra, mi, miután egy lépés előre, na mindegy. Szóval, van egy pontja a, a hírügynökség videónak, ami most készül, ami a következő. Uh, gyakorlatilag lassan a streamek során elmondom nektek az egész videót, de tök mindegy. Uh, az egyik nagy probléma Hollywoodban a jelen pillanatban az az, hogy a próbája igyekszik behozni a filmjeibe azt a politikai narratívát, ami uralja. Uralja! A társadalmi kommunikációnkat. Egy hiperpolitizált korban élünk, mindennek politikai vonzatai vannak, és emiatt folyamatosan és megállás nélkül valamilyen társadalmi konfliktusról beszélünk, valamilyen gender ideológiáról, valamilyen nemi problémáról, valamilyen státuszbeli pozícióról. Abszolút. Sajnos nem arról beszélünk, hogy meg kéne ennünk a gazdagokat, de majd ide is el fogunk jutni. A lényeg az, hogy egy nagyon-nagyon politizált ö, kultúrális kulturális kommunikációnak vagyunk most a részesei, és emiatt a Hollywood is próbálja behozni ezeket a témákat. Ami oké. Okay. Sokan mondják, hogy jaj, a filmek ne politizáljanak. Bullshit, bazd meg! A film arról szóljon, ami minket érdekel olyan témákat dolgozom fel, amikkel kapcsolatban kérdéseink vannak. Én abszolút támogatom Hollywoodot, hogy próbál foglalkozni ezekkel a témákkal. Csak nagyon oda kell figyelnie, hogy ne ennyire baszott szarú csinálja minden egyes kurva alkalommal. Itt is ez van, itt is ez van, hogy igen, a, a szuperhős műfaj nagyon sokáig férfiak által uralt terület volt. Igen, a nők mellékszerepet kaptak ide, igen, a Scarlett Johansson, mint egy baszható maca volt benne az Iron Man 2-ben. Igen, ezen lehet javítani, de most összehozunk egy rakás csajt. Csak csajt, csak és kizárólag nőt, mert ez egy női film, amiben nők vannak, és ez nős, és valaki el fog sütni, a menstruációs, el fog sütni egy poént a menstruációjáról, én ebben biztos vagyok, és nem azzal a célral születik meg ez az alkotás, ez a csapat, ez a film, ez az üzenet, hogy mondjuk valami érdekeset, vagy dolgozzunk ki egy, egy jó témát, vagy indokoljunk meg egy igazi kalandot, azzal a célral készül, hogy most menők a nők, úgyhogy nők! Nézd nők! És tudjátok, hogy kik erre a legkevésbé fogékonyak? A nők. Tehát ez abszolút, Abszolút igaz, hogy. hogy, hogy, hogy. A, a, e, ahogyan tapasztalom az internetes diskurzusban, a nők nem engedik átbaszni magukat. A férfiak se igazán, de a fiatal férfiakat az Andrew t, -t azért megfogtam. De a nők, de a nők, nők azok nem na, ritkán engedik e, ennyire átbaszni magukat. Szóval, a, 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 amikor a Marvelnek az endgame-ben volt az a jelenete, amikor az összes csaj összeállt, tudjátok, és együtt így néztek a, a pókemberre, hogy itt vagyunk, és mi nők vagyunk, azt kiröjögték a csajok is, mert kibaszottul érthető volt, és érezhető volt, hogy ez egy ilyen gesztus, mint sem egy logikus történetpont. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez sikeres lesz a nők közében, körében. Én kíváncsi vagyok, csajok is írjátok be, ha nincs igazam, mert férfiból vagyok, úgyhogy lehetséges, abszolút. De, de a, csak azért, mert nők. Még nem lesz egy film nős. Szerintem. Doktor Johnsonnak pedig CGI-jal javítják az arcát, ami elég zavaró. Teljes mértékben igazad van, örülök neki. Ugye? Tehát itt állnak a csajok és csajos. Most elmondom, most mondom, hogy lesz lenne egy menstruációs poén és akkor az meg eh, eh, hangosan fogok hangosan fogok nyögni a moziterembe, és nem a boldogságtól. Ja. Fájdalmas mensi poén lesz, az-az-az-az-az. Ez, ez keményebb volt, mint a menzeszem. Azt hiszed, hogy ez a durva? Próbálj meg vérezni egy hétig minden hónapban. Jaj, van valakinél tampon? <laughs> Gyere, ugolj be a vízbe! Nem lehet, miért? Ó! <hállás> mindegyiket, mindegyiket hallottam már. Mindegyiket hallottam már. Aj, az, ez szar. És tudjátok, hogy miért üvöltözök ezen ennyit? Mert ugyanez a fucking, ugyanez a fucking -e, halálos iramban, az meg ugyanez férfi van. Férfiak, mit szaknak a férfiak? Ne autók! és akció, és robbanás, de aztán család. Aztán család, aztán szeretet, mert, mert szétbaszunk mindenkit, megölünk 300 embert, de mi egy közösség vagyunk, aminek én vagyok a feje. mi érző lélek vagyok, amikor nem írtok ki egy kisebb várost. Tehát ez, ez ugyanez férfiba is megvan. Abszolút ugyanez. Ja. Yeah. Na, yeah, sweet Jesus. Megyünk tovább, gyerekek, ennyit a Madame Web ről Beszéljünk inkább valami igazán fontos filmről, jöjjön a Garfield! You hungry, little guy? Nem, 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 már meg tudom neked mondani, nem. Elnézést, leellenőrzöm, hogy bejöttem még egy De azért nyitva hagyom az ajtót. Ja, de most már beszálltam az ajtót, akkor nincs baj. Na nézzük. Jó, ez nagyon cuki. Pixar szeme van. Ez a macska, ez nem tudna járni, akkor a feje van. Ez egyszerűen nem tudna megemelni, nagyon kicsi a nyaka hozzá. És akkor lazanyát fog enni. Oh. Oh. Hi there, little buddy. You hungry, little guy? <laughs> okay. You want a little more? <laughs> and that's how I adopted John. Yeah. Uh, uh... <sighs> Na csak vicceltem. Jó, jó, csak vicceltem. Faszomba! Faszomba, nem hiszem el! Ha Kris Nem! Roni nem! Roni nem! Roni nem! Nem, nem le... Nem, ha Kris Pratt az, a Linket is az Elda filmre, sorozat lesz, azt hiszem, hogyha Link... Nem, nem! Nem, nem! Soba nem igen baznak. Pohatják, de elegen van Crispred-bel. Ja, Istenem. Minden szempontból elegen van Crispred-bel az a helyzet. Na, hogacsuk még egyszer. And that's how I adopted John. Yeah. Okay, now have you ever been with a plate? Don't need a bachelor. Oh, please no. Ow, it's so high. Ow, it's really hurting. Ow, ow, ow. Of course I stopped. Say when? Never, John. Marry me and cheese. Uh -oh. I apologize in advance. The eating you're about to see will not be pretty. And if you have young children, this would be a good time for them to leave the room. You will never see nobody this Hey, Junior. This Somebody is Vic, my father. Nice, off you, I've never jumped. Here's that stop. Really? Where? <laughs> Wody, you think he'd see that coming? Let's get it. I deserve to be with somebody else. És ott a segges poén. Ott a segges poén. Mi az, hogy maybe bazd meg gyerekek? Hát nem tanítottak meg titeket jobb ízlésre. Hát ez kurva szar. Hát ez kurva szar. Wait for it. És itt van már a promóciós. Ah. Jaj, ne! Ja. És, 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 elszívják az utolsó privát életedet is azért, hogy marketing pénzé varázsolják. Ad nekünk! Ad nekünk! Ad nekünk! Nem érdekel, hogy a nappalitban vagy. Békében is biztonságban. Én azt is pénzé akarom valahogy váltani. Ad nekem! Akarom a magánéleted! Faszom. Color me intrigued. Nem, nem, no, don't color me intrigued, ez kurva gáz. Chris Pratt, elnézést kérek a negativitási gyereke, Chris Pratt hangja abszolút nem illik ez a karakterhez. Nagyon primitív, nagyon béna animáció, állati szar poénok. Samuel Jackson az apja. Oké. Okay. A tipikus Minions humor. A Minions humor. És a segvakarás. Ez, ez az a film. Ez, ez a film. Ez a Sony vakarja a seggét, és valahogy a pénzt próbál kisajtolni belőlünk. Az animáció nekem tetszik, de a hangja nem élik hozzá. A animáció tetszik, elfogadom, de a hangja kurvára nem élik hozzá. Nem képregényhű... Nem, Garfield idősebb. Garfield utálja a reggeleket. Garfieldben nincsen energia. Take my money, Slorpo, tényleg? Oké, okay, ezt moziba kell látnom. <laughs> Oké, okay, gyerekek, nektek ez tetszik? Nektek ez tetszik? Hát... Hát... Hogy őszinte legyek, még, még van időnk ismerkedni, mert egyelőre nem értelek titeket. Az ilyenekben tud sokat, csak szerintem a magyar szinkron. Hát, az... Ezen a szalkupacon talán tud. Nem elég kövér, ja. Ö, gyerekek, ez... és... Ne, nem, az a baj, hogy még azt sem látom benne, hogy va, legyen, lenne benne valami kreatívan izgalmas, ami nem tetszik, de legalább nem láttam miért. Szerintem a jövő év legjobb animációs filmdíját vitte is. Az-az, Csepiken, az viszont biztos. Az viszont száz százalék. A Minions, most már megint itt vagyunk, meg. <laughs> Új konkurenciára talált. Hát ez bo- ez iszonyatos. A az intro az szuki volt, a macska az aranyos volt. Annyira lelketlen stílustalan, személyiséget mellőző narráció. Barzalom, megyünk tovább! Marvel What If. A Marvel első What If szériája nagyon izgalmas tematikát boncolgatott. Aki nem tudta, nem tudja, hogy miről szól, az is egy átkötő sorozat volt a Thanos történet és az interdimenzionális történetek között. Nagyon jó műfaj műfajkísérleteket tartalmazott. Egy komoly hibája viszont volt a What If-nek, ez pedig az, hogy a végén, spoiler alert, történik egy újabb csapatépítés. Új, ö, különböző szereplők összejönnek, ezt lehet tudni a felénye, mert különböző szereplők összejönnek, és csapatba verődve megállítják a gonosz. Na most ez az, amire kurvere nem volt szüksége ennek a sorozatnak, megint egy ilyen Avengers Assemble dolog volt. Ö, uh, ettől függetlenül az animáció kurva jó volt, a, a zombis rész geci jó volt, tehát voltak nagyon erős fénypontjai, úgyhogy én alapvetőleg lelkesedem a második szezon iránt, csak kélek ne legyen Avengers Assemble a vége. This kid puts on quite a show. I have eyes on the target. He does not look all that threatening. Looks can be deceiving, your highness. Are you sure you do not want any backup? No, I'm great with kids. Okay, okay. Okay. You thought the story was over. Hello! Was hello! Remi I do 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 <laughs> <close. laughs> Normally.

A fucking, a fucking Taika vagy titi, nem kell. Zene jó. shang -Chi. Kell, kell a shang -Chi. Kell a shang -Chi. Abszolút helyes. Odin visszatér, remek. Tanod ma megint, oké, okay, fair enough. Hú, ez Gatsby jól néz ki. Mac, Mac Rocket, nagyon jó. For a long time. 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 Just be careful. Yuki. I don't think I can bear to narrate what might happen next. Okay. Fucking Hi! Yo! Darcy, we got a code red! The Avengers Tower's been overtaken! On Christmas? What is this, Con air? No wait, under siege? No no no. Oh, that's not it. Hey, John McClane, focus. <laughs> <laughs> Mitchell Me? Me the ninth straight. Every day. Yo! 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 yo Disney! Disney! Mit tanultunk, Disney? Gyere, ne, gyere ide. Mit tanultunk? Mit tanultunk? Azt akarom, hogy te mond. Azt akarom, hogy te mond, hogy mit tanultunk. Úgy ragad meg igazán. Tehát, ha adunk időt, igen, és megfelelően megfizetjük a kibaszott animátorokat, igen, abszolút, eredeti ötletek nagyon jó, akkor el tudjuk adni az előfizetést. Pontosan! Pontosan, goddammit! Ez nagyon jól néz ki, srácok! Ez nagyon jól This néz ki! A... Egyrészt folytatja az előző szezon történetét, ami szerintem fontos. Mi az, hogy let it go, macskata? Mi, mi, mi az, hogy let it go? Én jó dolgokat akarok nézni, macskata. Én jó dolgokat akarok nézni, én nem vagyok az a kibaszott izé... minden szar, minden bal, minden, semmi sem a régi, minden rossz, rossz csak arról tudok beszélni, hogy mi rossz, de azt nem mondom meg, hogy hogy lehetne jó, mert nem akarom, hogy jó legyen, nem akarom, hogy jó legyen. Azt akarom, hogy tovább legyen rossz, és én nyavajok miatta. Hogyha valami jó, annak nem örülök, mert azt mondom, hogy az kivétel, de ha valami rossz, akkor azt egy teljes korszak jellemzőjének titulálom. Faszom ki van az ilyen véleményekből, tudom, hogy te nem ezt mondtad, nem is rólad beszélek már. Nem let it go! Ez egy jó kinéző sorozat, hát a faszén ne örüljek neki. Look at that shit! Sokkal jobb az animáció minősége, mint az első szezonnak. Markánsan jobb mind a térhasználat, mind a modelleknek a, ki, a kivitelezése. Megtartotta ezt a minimalista stílót, amíg egyértelműen sokkal könnyebbé teszi a, 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 a az animációt hosszú után. Ah, Hela annyira jó karakter. Én úgy látom, hogy nektek is hypers van. Ja, Oké, okay, akkor örülök. De fura, hogy az emberek fizetnek a jó dolgokért felfoghatatlan. Ugye? Ugye? Hot fucking damn! Annyira jó, és a a, a, a tökéletes módja arra, hogy egy-egy alkalomra visszahozzunk egy karaktert, foglalkozzunk még vele, de ne kelljen visszaírni a kontinuitásba. Remek! 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 Itt vannak mindenki, oké, okay, nagyon jó, nagyon jó, Scotland, itt van a ő, ő, ő az hogy ő a, de, tehát ő a mi kontinuitásunkban lévő a csalás, nem. Nem, nem, nem. Hú, rengeteg mindent kell telemezni. elemezni. Hú, rengeteg mindent. És annyira örülök, hogy visszahozták a shang -t. A shang mindenki szar, pedig abban van potenciál. És a keleti oldalt abszolút jobban kéne implementálni ö, a Marvel univerzumban. Teljesen adom. A Mad Max-es vonalat teljesen adom. Imádom ezeket a formagyakorlatokat. És itt is látszik, sokkal jobb minőség, Na most Áj, ah, Istenem. Tehát, hogy a Taika is vonat egy kicsit el lehetne már szerintem engedni, annak ellenére, hogy őt mind szeretjük. A Grandmaster ez egy remek karakter. Függetlenül ettől, whatever. Oké, okay, ez nem kell mindegyik epizódnak tetszenie. Thor, T'Challa, de másik, ma, másik, ruhában. Tehát ő ki, ő, ő ki a faszom. Várjátok, ő ez a Shang-Chi-ből jött? Nem, 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 a, nem, nem összekeverem, mert ez a Shang-Chi, és aztán itt, itt ő, tehát ők például, ők például, ez egy alternatív univerzumi Hank Pym gondolom, vagy vagy Scott Lang esetleg. Ő egy Amerika kapitány? Hú gyerekek, nagyon sok érdekes dolog van itt. A me me mecha, fucking Mecha Groot az geció. Imádom. Kicsit bere meg a képernyő, de látjátok, imádom. Nagyon, én én, 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 szerintem én nagyon-nagyon kedvelem a, a, Strange karakterét változatlanul, és fontosnak tartom. Ő ki a pöcs? Új Marvel indián hősnő a neve Kahori. Reese Robin bejön. Oké. Okay. Teljes ennyire új! Young mohawk. is ah, Istenem, imádom. Úgy, úgy utálok az interneten böngészni nem, nem utáltok már böngészni honlapokat? Fucking nézzétek, hogy mennyi reklám van mindenhol. Ugh. Uh, young Mohawk woman who discovered the test transformed the lake into a couple feathers into a gate to the stars, leading her to quest to discover her pyre, powers. Oké, okay, uh, leváltok, hogy nehogy spoilerezzek valamit. <coughs> De őről nincsen semmi információ, mert ő tényleg teljesen új. Teljesen új. Teljesen új. Csinálta. Ah, olyan, olyan jó látni, mikor, mikor, mikor egy barátod, aki, aki szarú csinál dolgokat, az most jól csinál dolgokat. Úgy örülök. Gyerekek, ne esik, könnyen el lehet ezt a sorozatot is baszni. De én adom, hogy van egy új főszereplője, akit még nem ismerünk. Simájó, simájó és a zene, a zene. Time, 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 time. Just be careful. I don't think I can bear to narrate what might happen next. És nagyon meta az egész. Jól van! Jól okay, van! Ez már nem érdekel. Happy Hogan már nem érdekel. Ez ne, nekem is jól tetszik. A, a, abszolút igazad van. Home, Chicken a Garfield az még belefért volna. Garfield az még belefért volna. Tudjátok, mit szeretnénk nagyon? Egy um, Howard the Duck noir sorozatot. Egy Howard the Duck noir sorozatot szeretnék, amiben a Howard a kacsa, a főszereplő, és senki soha nem említi meg, hogy ő egy kacsa. Tehát lemegy a teljes szezon. Intrikákkal izgalmakkal, fennfatálokkal, gyilkossággal, rejtélyel és soha egyszer se fogadja, említi meg, vagy fogadja el senki, hogy itt egy kacsával beszélgetünk. Annyira szeretném. <gül> <gül> ugye? És ki lenne mellett a női ellenpontozás? Howard mellett? Kozmo a kutya. Ő nő, ugye a Marvel univerzumban? Ő nő, ő lány, ő szuka. Kozmo. Kozmo az jó lenne mellé. Bocs, hogy sokat gyere írom be, de a csibe futam kettő új előzetesit láttad. Nem sztyepe, de odaérhetünk. Igazad van, kicsit húzzuk az időt, de ezek nagyon jók. Oké, okay, megyünk tovább, hölgyeim, és őim. következő. Következő. Atya ég, a következő. Ugh. Arthur the King, a Lionsgate az azt mondja, hogy a Lionsgate lesz az új ellenségünk, gyerekek. Mark Wahlberg kutyás film, ennyit tudok róla, nézzük meg. Glorious, glorious. Ez miért, ez miért 240p-ben megy? Édes drága barátom. We all know. Can out there. We feel lost. Ez a kutya kosarázni fog? And we suffer? Nem, we a kajakot, Kajakos kutya kalandjai! KKK! Hey. You don't look so good. Uh -huh. Meatball? Look, somebody likes my meatballs. Hey, Paw Patrol, we got a race to win. Mm. Just remember, Michael, this race doesn't define you. I raced for 19 years. This is my last chance to win. Three, two, one. was a young boy living in the city, all did was run, 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 run. Over the next 10 days, these athletes will cross 400 miles climbing, biking, and kayaking. That Dot is Daddy. Go, Daddy Dot. Dad. Uh -huh. Let's talk again the meatballs. To you. Three days, 200 miles ago. Leave the stupid dog and let's go. Come on. tom come, What? What is it, boy? Oh. Oh, God. Can't believe I almost walked right off that cliff. Extra meatballs for you, my friend. He's hurting. What do you think he went through before he met us? Whatever it was, it wasn't good. How the hell did he get all the way from here to there? while we were on bikes and zip lines and running and climbing. He must have wings we don't know about. Oh boy, you know I'm back like I never oh left. I never you left. want to start to embrace the buckets of pain? Uh, I need a bigger bucket. Team Broad Rail has traveled over 200 miles and They found a companion. Daddy has a dog. What have you done? Did you find a new partner in suffering, Michael? Yeah, he's the king. I think we should call him Arthur. Arthur the king. <laughs> <laughs> How's he doing? He's been through so much. Okay, this dog needs a vet. I don't want you to hurt anymore. He's a fighter, just like you. I feel. Blind. Not a famous dog. Looks even worse than the rest of you. Maybe you all deserve oh. each other. Always underestimated, Arnold, buddy. This isn't the route on the map. It's okay. Just follow Arthur. Lead the way, King. I've never seen anything like this. Everybody knows about it. Guess what? I'm not a dog person. <laughs> <laughs> Kajakos lesz. Oké, okay, értem, értem, bocsássatok meg, nekem egy rideg, sötét, betonnál keményedett lelkem van és én minden filmben már csak a film nézem. De ugyanakkor vágjátok, hogy ennek a... Vágjátok, hogy ennek a filmnek a... Tudja... Ki szerezte a főcímdalát? A... Jaj, vazd meg! Kedvenc rapperem! A szírmai Gergely Ezok a egy Nudes in the house, or the dudes make it bounce. Nudes in the house, or the dudes make it bounce. Nudes in the house, or the, 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 the dudes make it bounce. Oh my god! She dance! Wow 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 wow, wow. wow. Ez korai drift mood, ez drift mood Wow, šraco, wow. wow. <Marvel> ez B�box. a lengyó basszus gitározik, basszus! ezt basszus! Mó Send <newspaper> <Guardian> <slö <woho> <sensitive grave> in the house or the, dudes Send nudes in the house! Erre még emlékszem is. Jaj de basszus! Ugye ugye Ugye? basszus! jól basszus! magunkat basszus! Na! Szóval, hogy igen, ez kb, kb. az egyik első közös izénk volt. És tényleg 40 perc alatt csináltok. Uh, hogy, hol van Nudli? Tessék megölelgetni. Nudli rosszul érzi magát. Nudliban van valami baj? Uh, Pont most megyek el. Szerintem csak rossz a gyomra, szerintem csak rossz a de semmi komoly, csak akkor szokott így gömbölyödni, most már 7 év után már úgy ismerem minden test, testmozgását, hogy nem igaz, akkor szokott így gömbölyödni, amikor fáj a pocia, az, azon túl fogja tudni magát, tenni magát. De semmi, semmi komolynak nem tűnik, eszik, iszik, rohangászik. Hihetetlen igaz történet alapján még mindig van, aki ezzel akar adni egy olyan filmet, amit max véletlenül néznék meg a kanapén ülve, úgyhogy közben egyszeresen nézzek nézek a tévére. Köszönöm, hogy visszavezetsz minket a lényegre. Tehát annak ellenére, hogy Szirmai egy fantasztikus rapper, ez a film ez számomra állati krisésnek hangzik. Függetlenül ettől kutyás síros film, ebben teljes mértékben igazatok van. Egy kutyával majdnem minden érzelmet el lehet adni. Kivéve a... az irítséget. Na, ritkán irítkedek egy kutyára. A verseny maga izgalmasnak tűnik, tehát alapvetően a téma az engem érdekel. Mark wahlberg én is szeretem, kedvem, kedvelem, nem egy nem, nagyon rossz színész igazából, nem is azt mondanám, hogy nem egy jó színész. Kifejezetten rossz, ugyanakkor nagyon szórakoztató a karaktere. Oké, okay, kutya, eljutató ide a karrierjébe, ez teljes mértékben elfogadható. Hm. Ez a történet két-három éve, vagy hol volt a hírekben? Igen. É, és azt is azt tudom legjobban, hogy ez egy igaz történet alapján is csak a lényeget változtatják meg, hogy drámaibb legyen. Szaboljatok, Dick Cage, teljes mértékben igazad van, Dick Cage. Gyerekek, 18 falu erre vagyunk a 22.000-től, és én maga, a hátamra hennáztatom azt, hogy egy, egy szívecskét, és benne az, hogy Jenna Ortega. Hogyha meglátod a 22.000, én abszolút készen állok rá, úgyhogy tessék bekövetni. szóval a színész akkor mellékszereplő lesz itt kb. Nem a melkasodra, de az túl pici. A csöcseim most összementek. A csöcsök összementek, úgyhogy azt gondolom, hogy a hátamra az jobban néz ki. Plusz akkor egyáltalán soha nem látom. És ezért véletlenül edzőteremben teremben öltözködök, megyek a zuhanyba, és ott lesz hatalmas szívecskével, hogy Jenna ortéga. Ezt nem gondoltam át teljesen. De oké. Okay. <laughs> a jobban mutatna? Megbeszéljük. Megbeszéljük. Ez a henna, egyébként nem találok olyan henna művészt, aki ekkorában megcsinálná nekem, úgyhogy lehetséges, hogy a lesz. Ribancrendszem? Kb. Vára vagy akarra kéne. Egyébként a vár se rossz. Most kifejezetten nagyok a válaim. Very true, very true, very true. Jó van, ezt majd megbeszéljük, de nem, nagyon közel vagyunk hozzá. Közben viszont nagyon közel vagyunk a következő trailerünkhöz is, ami Hayley cuoco a filmes, filmes, nem, nem debütálásra, de kb. Aki nem tudja ki, ő a Big Bang Theory-ban szerepet, illetve ő a zseniális Harley Quinn sorozatnak a, az egyik fő hangja ő, ő narálja Harley nagyon-nagyon jól. Mami! How was Nebraska? It was, um... te, bocsánat, de nem akartam a végére, végére kérni. hány éves? 37 évesen már megcsinálta az arcát. 37 évesen, bazd meg. 37 évesen már látszik rajta a plastikai műtét. A kurva életbe. Hát olyan gyönyörűek a 37 éves nők. Értem, hogy Hollywoodban dolgozik, és ott mindenkinek 20 évesnek kell lennie, de azért 37 évesen, bazdeg, ez egy tragédia. És nem azért mondom, mert hogy ne, ne, a nők ne úgy néznek ki, hogy én szeretném, hanem egyszerűen csak sajnálom, hogyha valakinek ilyen hamarban beavatkozás. Kell, ahhoz, hogy, hogy, hogy a the usual mr brackett can you tell us what happened that night at the hotel it was our anniversary so we wanted to go out i won't be me you won't be you just two strangers meeting in a bar tomorrow night i'm jack alice do you and your wife role play often? What exactly is this about? Do you know this man? No. Jack yes. Yes, well, Marty shared that for good. five minutes to all the victims of her charms, and then he left. The one and only. Hey, where are you? I'll be right back. The wife's real name is Anna Peller. Wanted for contract killings across several continents. <laughs> I'm sorry. What? Bocsát, nem raktam be a feliratot, de szerintem értitek. This is a lot. You kill people. It's over. I never wanted to Egyébként értem, eljutottunk a, a filmnek az alap, alap témájának a felvázolásához. 1 perc 16 és mértékben elfogadható, hogy ilyen tempóban mutatták be volt egy kis fi, figyelemfelkeltés, volt egy kis alaptörténetelmesélés, rendben. Most dől el, hogy van-e bármi érdekes dolg ebben a filmben. Most dől el. Nincs szavazás? Mert várd, ki a végét. Do not come, here. Do you hear me? Do not come here. Love you and I love our family. We can get through this. We are concerned about your wife and the safety of your family. She kills me this one. I told you I need out. I'll bring the whole world down on your heads. I love you. I have to go to work now though. Okay. Mm. killing is bad. Like, unacceptably bad. I know, I done. I Nehezen találok bármi érdekeset ebben a történetben. Nehezen találok egy olyan dolgot, amit már más tematikában nem láttam először. A Mr. és Mrs. Smith szerintem sokkal szórakoztatóbb volt, nagyon hasonló felállásban. Ott mondjuk a férfi és bérgyilkos volt, aki emlékszik arra a filmre, halálosan, halálosan szexi volt. Elviselhetetlenül szexi volt, a két könnyedén lehet, hogy valaha legszebb ember színészkedett benne. Brad Pitt és Angelina Jolie ott jöttek össze. Nem csodálom. Nagyon kevés dologra emlékszem arra a filmben. Egyrészt egyrész meglepő módon mind a két szín... Brad Pittről tudtuk, hogy van humora. Angelina Jolie is nagyon vicces tud lenni. És... Hát nagyon szexik voltak. És ha ilyen contract killingről beszélünk, ilyen bérgyilkosokról beszélünk, akkor vagy a Barry féle aki nem tudom, hogy vágjátok el a sorzatot. vagy a Barry féle igazán ilyen, ilyen kiábrándító valóságos utat kell követni, vagy a Fincher féle absztrakciót, absztrahálást, mint a, a, most megjelent Netflixes filmében, vagy a killerben, vagy vagy a nagyon humoros és nagyon szexi és nagyon túltolt vonalat kell követni, mint a Mr. és Mrs. Smith. Szerintem ez itt három szék között a padlóra esik ez a, sorozat nem eléggé szexi, nem eléggé vicces, és nem eléggé érdekes. Szerintem mehetünk is tovább, ezzel kapcsolatban nincs mit beszélni. Következő... Jó, oké, okay. Percy Jackson most már nagyon sok ideje húzom, halasztom. Itt van-e még valaki, akit érdekel? Én biztos vagyok benne, hogy érdekel titeket. Akarod-e látni ezt a filmet? Őszintén nekem ne az, hogy imádom. Imádom, <laughs> imádom hogy Cheesy-nek már kezd legyen ebből, és így most come on now. Come on now. Nem kell szavazás, mint tudjuk. Mint tudjuk. Na jó. Nézzük a Perseus. percy Shepard nagyon örül neki, és ez a lényeg. Azért vagyunk itt. Hogy örüljünk neki. Let's go! Perseus. That's me. Mm -hmm. That's who you're named after. Because he was a hero? Because he was brave and kind and... <laughs> mert egy hős föl volt? Nem, mert egy... Middletoni kocsmában megdugtam valakit, akire emlékeztetett. A, 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 aki, utána aki utána soha nem hívott vissza, és ezért az ő emlékére Percynek hívnak. Szerinted miért? Against all odds, he managed to find his way to a happy ending. Percy, you are special. When you're ready to hear what the gods have in store for you, they'll tell you. Percy, the stories I have told you about great gods and monsters They okay. are real. Okay. This is crazy. You are a half-blood. A ha Disney akkor már csak Rossleit sajnos royalty ez nem igaz. A a ez kurva, nem igaz. Mostában a Disney nagyon sokat gyengékedik, de ne legyen már ilyen primitív véleményünk. Tehát, hogy ennél már mozduljuk már túl azon, hogy megtaláljuk a, megtaláljuk a márkát, a, ami, ami rosszul teljesít, és minden egyes termékére azonnal ráhúzzuk. Ilyen szempontból az iPhone, az összes, összes Apple termék egy kalapszar, azért, mert a telefonjaik loholnak a Samsung után évek óta. Szóval. Nem, nem, nem kell a Disney-t védeni, mert nincs mivel, most nagyon rosszul megy, ilyen olyan, amolyan színáljuk. Nagyon, nagyon rosszul állnak a színek, de ez, ez, mindig annyira, hogy gyerekek, legyen már ennél rétegeltebb a véleményünk, egy kicsit, egy kicsit. Nem, nem, a Disney csinált az első tíz év Marvelt, az meg. Az első teljes tíz év Marvelt. A Disneynek a döntése volt annak ellenére, hogy fasz se volt erre hajlandó, sőt mindenki ellen javallotta. A Disney volt az, aki határozottan kiállt és hit Robert Downey Jr.-ban. A múltban. Most szarú csinálnak dolgokat, de... De... de, de, de ah, miért vagyok én erre... Miért vagyok én erre érzékeny? Bocsánat, elnézést a fületek. Miért vagyok... Ö, ö, pillanat következik. Mert hogy mindig az, amikor, amikor ilyesmiről... És többször nyilvánítottam már erről a Disney elítélésről véleményt. Minden alkalommal, amikor ezt e, ezzel szembeszállok, az az első kinyilatkoztatásom, hogy most a Disney nem működik rosszul nagyon sok szempontból vagy nem működik jól nagyon sok szempontból, és ez tagadhatatlan és elismerendő. Szerintem azért, szerintem azért elmondom, hogy miért vagyok erre ennyire érzékeny. És most a férfiak figyeljenek, mert így néz ki az önismert. Szerintem erre azért vagyok ennyire érzékeny, mert én is működtem rosszul a múltban, én is csináltam hibákat, és hoztam rossz döntéseket a múltban, és, és most meg jobban csinálom, és ezt, ezt, ezt kívánom másnak is. Valószínűleg ezért. A saját életutamat próbálom vetíteni. Ja. A Disney ez lehet, hogy nem egészséges. Megyünk tovább. Azért támogatod, mert akarod, hogy jobb legyen valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Jackson. Your father needs your help. The master boat has been stolen. If you don't return the boat, there will be war. That... is your quest. I know it sounds daunting. But you won't be alone. A quest is over. watch out that's a... at a Kentaur. But you won't be alone. That's a Kentaur. Pontosan. Pontosan ennyi. Kész. Kész. <laughs> ez a legjobb sorzat. Ez az épp sorzata. Fuck it. Mi miért kéne más? Miért kéne más? Viszont Mr... Tehát, hogy... A a Na mindig. Nadrág is kéne rá ez kétségtel. process reality differently we gotta figure out what you're good at should i try again no no there's no place for me here you still don't get where you fit into all this we were sent on a quest by the gods what do you think it will be easy demigods welcome okay Mom, i'm not leaving you okay, okay. 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 Uh, Maybe I won't even need a sword. I'm gonna need a sword. Niall, this <laughs> is very wrong. This is very ross. Very, very wrong. Példa volt arra, hogy ki kell, kiálljak a Disney mellett. Mert el kell, hogy mondjam, gyerekek, ami ennek a sorozatnak a legnagyobb problémája, ami le, jelen pillanatban, hogy látom, az kétségtelenül a Disney-sége, és ez nem abban van, hogy ők csinálták, hanem hogy ők animálták. Hogyha valami engem zavar, az a Disney látvány. Ez a nagyon puha, nagyon szaturált, nagyon animáltnak érződő látványvilág. Én úgy gondolom, hogy a Percy Jacksonnak jó lett volna egyel egyel realisztikusabb látványt adni, pusztán azért, mert ugye Percy Jacksonban, amennyire így fel tudom mérni, az a, az, az izgalmas, hogy ezek a görög történetek tényleg valósak, vagy legalábbis van hatásuk a, a világra, és emiatt ez a fajta, látjátok, nem tudom, nem tudom, hogy jól írtam ele, nem tudom, hogy jól írtam ele, de ez az éteri képalkotás, ez a na, minden, minden él nagyon puha, minden szín nagyon elmosott, ez egy tipikusan Disney-s látványvilág, látjátok. Ez a eszmétlen, harsány kontrasztos világítás, és nagyon-nagyon puha, elvesző körvonalak. Ne, nem tudom jobban magyarázni. Ez egy disney látványú sorozat, és szerintem ez a gyengesége. Ez kétségtelenül a gyengesége. Én látok potenciált a sorozatban. Szerintem jól néz ki, hogyha a megtartják a, nem feltétlenül a történetét a könyveknek, meg az eredeti történetnek, de úgy általában a lényegét, akkor rajongók is elégedettek lesznek. Meglássuk! Nem vagyok meggyőzve arról, hogy ez, 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 rendben van. Nagyon baba látvány, neked tetszik? Oké. Okay. Modern Harry Potter. szerintem arra céloz, igen. Ez szerintem nem azoknak szól, akik nem olvassák a könyvet, hanem az új, új fanokat szeretnének. Ebbe biztos vagyok. <kül> A tipikus brit sorozatos látványvilág jobban a szerintem hozzá. Brit sorozatos lát... Aha, értelek, igen. Igen, oké. Okay. Marvel sorik is ilyenek, nagyon sok Marvel sorozat, nem mindegyik, de nagyon sok, igen. Tehát főleg ebben a harcban, áh, ezek a pasztel színek, puha, puha, minden olyan puha is életlen. Puha. És ez, ez, ez a világítás, ez, a, ez az egyenlet, de ez a világító, munka, ez meg nettó szar. Tehát ezt értem, green screen, oké. Okay, de ez, ez a fény, de ez a fény. Ki volt itt baz meg a fővilágosító? Mi a fasz ez? Miért néz ki úgy a csaj, mint egy a nő, mint egy, egy zombi a, a Walking Deadből? Pont úgy néz ki, mint egy zombi a Walking Deadből. Ja. Szóval, igen, kétségtelen, hogy ennek a sorozatnak a Disney-ség az lehet, hogy nem fog segíteni, függetlenül ettől. Egy ambiciózus sorozatnak tűnik, ambiciózus vállalásnak. Kíváncsi vagyok, nézzük meg, hogy mit, mit írtak a rendelt kommentek. Still gives me cheers every time. Most kezdtem el olvasni a könyveket, nagyon jó átkötés. És még én is majdnem elsírtam magam, álljál le. Áljál le. Ez jobban néz ki, mint az első tréler, abszolút igaz. I am really hyped now, abszolút nem igaz. Casting seems great, and just by the clips they behave like their characters. Ezek annyira egyértelműen megrendelt kommentek. Sweet Jesus. Annyira, annyira feltűnő. Annyira feltűnő. Na jó. Oké. Okay. Függetlenül ettől, ja, én nem vagyok elkeseredve, de még nem vagyok meggyőzve sem. Megyünk tovább. Po I'm supposed to. Nem kell megnéznünk, mert tudom, hogy senkit nem érdekel. De, hogy értsétek és lássátok, hogy értsétek és lássátok, hogy miért kurva nehéz kedvelni a Pokémon franchise-t. Ezért. Mert volt, a, volt, egy, az a hatalmas, hatalmas siker a detektív Pikachu. Felfoghatatlan generációkat átívelő siker és csillogás, és azt mondták, hogy srácok, oké, okay, oké, okay, fogjuk meg egymás kezét, és csináljunk egy stop motion animációt, baz meg, egy, egy nyaraló pokémonokról. Nem bírtam végignézni ezt a trélert, nem bírtam végignézni, gyerekeknek szól, cuki a kurva életbe. Én a detektív Pikachu 2-t szeretném látni. Ugye? Lehúszva le is léptek, egyi, egyi, egyi. Megyünk tovább, de... Ja, Ah, Isten. Pokémon Company, baz meg. Ah, olyan hülyeségeket csinál. Gyerekek, valaki mondja meg nekem, hogy mi az a Rebel Moon. Tudjátok, mint nem én vagyok, gépnél megnézem. Mi az a Rebel Moon? Mi az a Rebel Moon? Ez egy anime volt? Post-production, igen, heavily inspired, Kurosawa-nak a Seven Samurai, csak nem, csak nem, Egy rosszalkodó hold. Star Warsnak indult. Ah, innen rémlik. Innen rémlik. Oké. Okay. Oké. Okay. Szegény Charlie, hanem ő nagyon jó színész. Oké. Okay. Jaj, ez az Zack Snyder. Jaj, most már emlékszem, ez az Zack Snydernek az agymenése. Jaj, igen, ő találta ki. Nagyon jó. Na, mutasd magad. szem ebből láttunk is már valamit. So, when i found you in the wreckage of that ship i considered leaving you i was afraid you could bring trouble to us I annyira utálom az Zack snyder annyira sajnálom, egy olyan tragikus életű ember, és annyira minden jót kívánok neki, annyira baszatú elegem van belőle és a stílusából. Az Zack Snyder karrierének a tetőpontja a... a... Úristen, most miért nem jut eszembe a címe? A... az, a, az a anime kislányok ugrának világok között volt. <laughs> What do you think they want? Sucker Punch, az, a Sucker Punch volt a legjobb. Everything. Jaj! Emlékszem, ezt néztük újra, meg újra, meg újra, és most megint megnézzük. Gyerekek, srácok, azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, azért is vagyunk itt, hogy szórakozzunk, és hogy együtt legyünk, de a legfontosabb, azért vagyunk itt, hogy információt gyűjtsünk, hogy véleményt alkossunk, hogy, hogy fejlődjünk. És ezért most újra meg fogjuk nézni a világ legszarabb színészi alakítását. Are you ready? Még egyszer, még egyszer nézzétek! Nem, nem, nem fordulsz el, nem kapcsolat ki, nézzed! És tudjátok, hogy mi van? Elmondom, hogy mi van, elmondom, hogy mi van, elmondom, hogy mi van. Elmondom, hogy mi van. Az volt, hogy meg volt adva neki Uh, rendezői direktívába, rendezői utasításba, hogy oké, okay, oké, okay, most nagyon félsz, mert jönnek, és mindenért jönnek, és ezért lihek ki kettőt, és aztán mond a sorodat, ami az, hogy everything. Figyelj, mert bazd meg, netto, netto leszámolja a két lélegzetet. Everything.

és szarrá vágott akció és a megfigyeltétek, még egy fekete azért állítom meg ennyiszer, mert ennek már az első tréleit láttuk. Még volt egy fekete kocka is benne. Nézzétek! Miért volt ott egy fekete villanás? Miért volt elvágva, bazd meg? Aj, de nem szeretem a modern akciójeleteket. A Jackie chan visszasírom, gyerekek. Ő egyszerűen csak agyon verette magát, és kész. <sighs> okay. I'm gonna have to fight. Yeah. I am a child of war. All the typical typical to fight with us. We might stand a chance. We're searching for soldiers for a fight against the Mother World. I could help you. A small fee, obviously. <laughs> you may want to hold on. I'm here to make you an offer to give you a chance at redemption. We are beyond redemption. What about revenge? Yeah! This isn't just pursuit of revolution. I have found her, the most wanted fugitive in the known universe. U, it's a new age for the universe. Oh, Anthony Hawkins! Anthony Hopkinsnak mindig kell pénzt adni. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Gyerekek, legyen egyértelmű. Ez a második trailer... Az első trailer kapcsán még egy kicsit ö, érdeklődtem a iránt. Ez a második trailer egyértelművé tette, hogy ez a 300 és a Sucker Punch az űrben. Ö, ugyanaz a, megint ugyanaz a Snyderes agyonanimált ö, akciójelenet sorok, megint az a Snyderes szétanimált ilyen plastik hátterek, ez önmagában nem jelenti azt, hogy rossz, de jusson eszünkbe és tartsuk észben. A 300 az egy nagyon-nagyon szórakoztató rossz film volt. Az egy komikusan klisés és gej, és túljátszott, és túl dramatizált, és ezért nagyon szórakoztató és emlékezetes, de rossz film volt. Én nem akarom senkitől elvenni az élményét, de ez úgy néz ki, mint annak egy rosszabb verziója. Ugye, hogy nem? Ugye, hogy nem ennyi? A 300 jó képregény adaptáció volt. Az, az, me, azt meg kell adni neki, azt meg kell adni neki. Igen, 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 ez, ez, nagyon igaz. Greg, miért kapnak ennyire rossz színészek ilyen jó filmeket? Na ez fontos, ez fontos, nepotizmus. Ma már ez a sokadik film, amiben éppen jó, ö, nem éppen jó színész a főszereplő, ez így igaz. Nem hiszem, hogy Hollywood nem termel ki jókat, mondom úgy, hogy kedvelnék a trash színészeket is. Nepotizmus és belső kapcsolatok kihasználása. Nézzük, hogy hogy hívják a hölgyet, én elfelejtettem. De igen, ezt akartam mondani, és köszönöm, hogy eszembe jutottad. A másik nagy problémája ennek a filmnek, gyerekek. Én nekem tetszik ez az őrült űrvilág, tetszik. Szerintem ez egy szóra. alapvetőleg ilyen zsigerileg szórakoztató akciófilm lesz, de ez a csaj nagyon rossz. Nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz. Szófia Butelja. nagyon-nagyon, ő, ő tudjátok miben volt Geci, a Kingsmanben szerepet, jól emlékszem? A Kingsmanben volt ő a gonosz. Bocsát, elhajoltam a mikrofontól. A kingsman voltál, ne hazudjad nekem. Ne hazudjál nekem. Nem te voltál a kingsman -ben? Nem ő volt a kingsman -ben? Nem ő volt a kingsman A akkor valakivel. De ott van, ott van lejjebb, ott volt. Á, ennyire. Hogy, miért, nem, miért nem tudok? Atomic Blood, úgyis nem az milyen gecsió film volt. Kingsman Secret Service, köszönöm. 14-ben! Mi? 9 éve? Ezért nem találtam. 9 éve volt a Kingsman. Oh my god. Hát én nagyon szeretem a szakmámat. Nem öregek vagyunk, nem erről van szó. Én, együtt éltem ezzel, a, ezzel az iparággal. Együtt nőttem, ez csodálatos. Na mindegy, ilyenkor mindig eszembe jut. Milyen régóta csinálom, ezt tök jó. Ja. Na most, tehát ő egy nagyon rossz színész. Ő egy nagyon rossz színész. Ő egy nagyon rossz színész, és ebben nagyon látszik. Nem lelkesedem, nem lelkesedem, de ne aggódjatok, mert amilyen lehet lelkesedni. Ted sorozat, everybody! Ted. It's me, 1993 Ted. If you're reading this, it means we got a new series on the most successful streaming platform ever. Yeah, we got a new series. Is the future amazing? I bet NASA sends people to the moon all the time. Moon colony, negative. Unlimited porn in our pockets, check. Anyway, I can't wait to see your world of flying cars, normal weather, and new TV characters that don't just rehash old stuff. Poor bum had so much hope. Seth MacFarlane a hang. Aki Family guy meg az American dead csinálta, meg a Cleveland show is egy ideig. Bírom ezt a New Yorki akcentust. Let's go, na, szép, az is az a baj, hogy én szépével értek egyet. Miért ne? Miért ne? Én, én, én nekem egy, a gimnáziumomnak a a, egy jelentős részét kitette a régi feminigája, ami kurva jó volt szerintem. Én eltávolodtam és kinőttem ebből a humor kategóriából, de semmi gondot nem látok azzal, hogy van egy TED sorozat. Why not? Igen, igen, igazatok van, hogy Seth macfarlane nek üresedik a társzája. Tehát, hogy értitek, ezt nem érzem sértőnek. Ez olyan betépve nézik az egyetemistek, teljesen oké. Okay. Nem igazán szokott lenni, ami meg Greg nincs benne, igen, Greg nem tud semmit mondani, nem tud sosem mondani semmit róla. De azt láttam, hogy most lett vége az a Attack on titan és, és, én az a Attack on Titan-re meg vagyok sértődve. Mert én magamtól véletlenül kitaláltam a történetét, és azt hittem, hogy eredeti, és kurvára nem. Mert trashnek is trash, pont ez baj. Aha, ez igaz. Ja. Ja. Szóval. Szóval, én ezzel viszont nem látok bajt, legalábbis nem érzem rosszul magamat attól, hogy ez is létezik. Csib Jó, Szepe miatt megnézzük a Csipe futamat. Megnézzük szepe itt, itt követeli, ezer éve nézzük meg, utolsó trélerként a Chicken Runnak az új trélerét. Ez, ez az új tréler, itt van az új tréler. A Life doesn't get better than this. We've put the past behind us. Oh, we have Molly to think about now. Oh, what a room bonnie room room. we had. I made her a bicycle. Oh, what a lovely thought! She is a lot like you. See you later, Mum. -hmm. Can we go over there? You've got everything you want right here. You can't make me stay here. <gasps> She's left the island. What is that? Huh? Ah! Molly! The truck's taking chickens to some kind of farm. Well, hey, that doesn't look so bad. Oh, that looks so <gasps> bad. Who knows what horrors Molly is dealing with in there? Aww. Huh? Come on. Let's play. <laughs> yeah <laughs> yeah no, it's shot. The, There's something strange about this place. Aye. Behold the dawn of the nugget. <gasps> <laughs> Last time we broke out of a chicken farm. Well this time we're breaking in. Mm. It's an impossible mission. They're going to turn everyone into nuggets. Find the chickens. Hang on, Fowler. Oh, there go the gouljons. There, Mr. Sennett. Are, you Are you sure you're you're ready out. for this? I was hatched ready, Dad. So all been set up. We can do this. <laughs> Slapstick humor végére lezárásként. Tovább ennyit gondolnád. Gyerekek, hölgyeim és uraim, ne legyen félreértés. Így néz ki a családi szórakozás. Így néz ki egy családnak gyártott film, amit a gyerekek és a szülők is élvezhetnek. Szerintem ez teljesen rendben van. Én nagyon szeretem az alternatív animációs munkákat, annak ellenére, hogy jól írtátok, nem tudom ki írta a chatbe, de jól írta, ez azért már erőteljesen meg van segítve számítógépes animációval. Alapvetően én úgy gondolom a modellek változatlanul gyurmában, gyurmából vannak, de a lényeg a lényeg, egy, egy kreatív, látványvilágú, tradicionális humorú, halálcuki családi film teljesen rendben van. Teljesen rendben van. Oké, okay, srácok, na hát akkor ezzel a jó érzéssel, ezzel a baráti családi szeretettel zárjuk le a mai streamet. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon sokan voltatok, én nagyon jól éreztem magam. Szerintem ez, szerintem bőven volt miről beszélnünk, nem is jutottunk el mindenre. Megyünk, és ne felejtsétek, hétvégén nincs stream, Gergő nincs itthon. Jövő héten térek vissza, és akkor meglátjátok majd hétfőn, hogy mivel készülök nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ezen a random időponton is. Nagyon köszönöm, hogy ennyien bekövettetek. Most már ne kövessetek be, mert itt akarok lenni, amikor 22 ezeren vagyunk. De, 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 nagyon közel vagyunk hozzá, úgyhogy majd következőleg. Volt Fortnite, Peti nem volt Fortnite, mert akad, én valamiért nem, nem tudom rendesen streamelni, illetve még nagyon alacsony szintű vagyok, úgyhogy az majd később lesz. Alright, nézzük meg, hogy van-e valaki online. Azt mondja, hogy nincs senki online, akit még nem streameltünk, vagy nem rédeltünk. Változatlanul várom számotokra kedves, de annyira nem ismert ö, streamereknek a linkjei Discordra, és akkor be belájkolok, és, és ö, be belájkolom őket, és akkor őket majd rédeljük. Örömmel felhívom a figyelmet más tartalomgyártókra. Rendben, srácok, akkor ennyi voltam, ez volt a vége. Csókolok titeket, jövő héten találkozunk, szevasztok! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова